Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a Super Sim Challenge nevű sorozatomnak a következő része, és rájöttem, hogy rossz partit szerveztem, mert egy gold eventre van szükségünk, szóval elkezdjük előről, amint az előző részben elkezdtem. Szóval lényegében azt folytatjuk, hogy ezt az életcélt szeretném teljesíteni. És most kezdjük előről, szóval nem maradtatok le igazából semmiről. Tehát egy dinner party gold event. Oké, egy ünnep alatt ezt nem tudjuk megcsinálni, úgyhogy ezt skipeljük most egy ideig. Jó, Jasmine gratulált nekünk Katarinával való barátságunkhoz, ami szuper. Változtassuk akkor át most ezt az életcélt egy másikra, amit most is tudunk csinálni. Mondjuk térjünk vissza a zenéhez. Király, és folytassuk a dalunknak a megírását, amíg várunk Father Winterre. Most nincsen zárva a házunk, tehát elvileg be tud jönni. Legalábbis azt hiszem, hogy nem zártam be senki előtt. Nem. Úgyhogy király. Nem lesznek ezzel problémáim. Illetve abból se lesz problémám, hogy elfelejtem. Gyorsan bepörgetjük az időt. Victor Feng. Jéj, ő is gratulált Katarinával való barátságunkhoz. Azok a galambok még mindig itt vannak, ezek sosem fagynak meg, vagy valami. Nem igazán érdekli őket a viharos időjárás. Illetve azokat a sirályokat se nagyon. Egyébként már tök jól állunk a pénzkereséssel is, így ebben a kategóriában. Mit kell majd csinálnunk ezután ezzel az életcéllal? Elérnünk a 10-es jártasságot, 75 óránát játszani egy hangszeren, és mentorálni valakit. Oké. Ahhoz kell majd keresnünk embert, aki éppen gyakorol. Azt nem tudom, hogy fogjuk megcsinálni. Ez tűnik egy kicsit nehéz falatnak. Vagyis nagy falatnak. És amúgy este 8 van. Father Winter, hol vagy? Father Winter! Ott jön, nézzétek! Majdnem időben jött. Végül is csak fél órát késett. És elég levertnek tűnik, ami szomorú. Father Winter, neked mosolyognod kéne, örülnöd kéne. Ó, a deraksz a karácsonyfánkhoz cuccot? Tök jó. Vagy csak kiröhögted a karácsonyfánkat, ez nem túl szép. Nem hagyjuk abba a zene gyakorlását, amíg itt van, csak közben koncentrálok, mert kell róla képet csinálni. Na, Father Winter, pakold a szajrét. Aj, mindig akkor állítom meg, mikor eltűnik a kezéből az ajándék. Na, végre sikerült. Nézzétek, Father Winter aranyos. Ebben a Let's Play-ben legalábbis. Így biztos jó lesz. Jéj, boldog karácsonyt mindenkinek! Igaz, még vissza van addig egy pár hónap, de nem baj, boldog karácsonyt. Remélem sok-sok értékes ajándékot fogunk kapni. Elég sok ajándékot töm oda, szóval biztosan. Mutatkozzunk be neki. Legyünk vele is jóban. Kimaxoltuk a skillt, ez király. És nézzük meg a barátosat. Azt hiszem csak 12 barátra van szükségünk, úgyhogy igazából nem fontos, hogy az aktív legyen. Ne menj el, Father Winter, ne menj el! Bokoljunk neki, ismerjük meg. Cukik! Hogy örülne egy az ajándékának? Imádom ezt a karaktert. Majd neki is csinálunk egy kis makeover-t, hogyha kicsit gazdagabb lesz, mert egy idő után megunom a szimek ruháit, és akkor kell egy kis újítás. De még nem tudom, hogy erre mikor kerül sor. Egyelőre gyűjtögetünk meg ilyenek. Nem tetszett az ajándék. Miért nem? Mit kaptunk? Ne nyöszörögj annyira, ne legyél hálás. Legyél hálás.
Nem úgy tűnik, mintha kaptunk volna valamit. Ó, de mégis örültünk neki. Ó, egy Future Cube-ot kaptunk. Azt eladjuk, mert elég haszontalan egy tantárgy. Tantárgy? Miért mondok tantárgyat? Egy tárgy. Sima tárgy. Úgy látszik, hogy a tantárgy és a haszontalan szó elég szorosan kapcsolódik a szóteremben. Nem is értem miért. Valószínűleg ezt mondogattam a leggyakrabban. Nyissunk ki ebből is ajándékokat. Elég sokat pakolt bele Feather Winter, úgyhogy egyelőre itt hagyjuk, mert mindig kinyitogatjuk a dolgokat. Mit kaptunk? Mit kaptunk? Várjatok, még lehet, hogy nincs itt. Ó, még egy Future Cube, nem már. Igen, és Nengye nem is örül neki annyira, szóval... Nem csodálom, adjuk el gyorsan. És aztán folytassuk a zeneírást. Father Winter, most már elmehetsz igazából. Teljesítetted a kötelezettségeidet irányunkban. Hogy állnak a kis növénykéink, majd talán reggel lehet őket learatni. Bocsi, emberek, kicsit lehet, hogy be fogok rekedni, vagy ilyesmi. Amúgy nagyon király lesz az az ünnepünk, ami azért jó, mert kapunk érte egy csomó életcélpontot. Amit majd elkölthetünk, és az király lesz. Most hogy állunk ezzel egyébként? 2135, ez nem olyan rossz, és remélhetőleg befejezzük... Befejezzük ezt a dalt hamarosan, mert már csak annyi van hátra, és utána alhatunk egyet. Oké, nevezzük el Second Song-nak. Teljesen kreatív elnevezés, de jó lesz. És publikáljuk is, mielőtt alszunk, jó? Nagyja, várj egy picit. Az a baj, hogy szerintem útban van az a karácsonyfa. Úgyhogy rakjuk egy kicsit hátrébb. Oh, check for Winterfest gifts. És ezt miért nem tudjuk? Ja, mert már egyet licenszeltünk, és egy hetet várni kell, mire újat tudunk licenszelni, ami szomorú. Talán itt is kapunk valami ajándékot valakitől. Gyorsan beszaladunk, úgy látszik, hogy nem sikerült befejezni ezt az interakciót. Ó, kaptunk egy orbital paddingot Penny Pizzesttől. Wow! Jól hangzik. Nem adjuk el, mert majd kell olvasnunk valamelyik életcélhoz. Elég sokat is jelenleg nincsen könyvespolcunk. Szóval erre a könyvre még szükségünk lesz. Gyorsan belepörgetünk az időbe. Winterfest successful, kaptunk 500 életcélpontot, ami nagyon-nagyon király. És mikor megyünk legközelebb dolgozni, azzal is kéne foglalkozunk egy kicsit, mert ezt nem kezdtem el 11 óra múlva, remélhetőleg addigra összeszedjük magunkat minden tekintetben. Mit keres ide bent ez a cica? Friendly introduction. Hogy jött be? Csak úgy random bejött a házunkba egy macskusz kitekaktusz. Még a végén örökbe fogadjuk. Nagyon cuki. Szegény, kimegy be a hóba. Gyorsan kapjuk el. Ó, jó, visszajött a házba. Ó, és ő idős. Szegény nacho. Pet. Praise. What's wrong? Talk to gift treat. Offer friendship. Oké, neki is állunk az interakcióknak. Szia, Nacho! Olyan cuki cica vagy. Na, Nacho, ne menj el! Play with laser pointer. What choice is friendly? Get to know. Belepörgetünk egy kicsit itt az időbe. Úgy látszik, most nem leszünk annyira felkészülve a következő munkanapunkra. Ó, Nacho elment. Szomorú, itt hagyott minket. Ki ment aludni, ez Nacho? Nem, ő Cleveland, szegény. Jól van, Nacho hiányozni fog, de úgy látszik, hogy mivel itt hagyott, erre nem fog sor kerülni erre a sok interakcióra.
pedig menő lett volna örökbe fogadni, úgy már el is határoztam magam, pedig egyébként egy darabig nem szeretnék se állatot, se családot, mert ugye sok időt elvesznek, hogy gondoskodni kell róluk, és nekünk fontosabb dolgunk is van, mint például az életcéljaink, meg ilyenek. Oké, ez teljesült, ez király, legyünk játékosak, illetve nem, először teljesítsük a déli taskunkat, ez szerintem fontosabb, szóval írjunk egy rutint, egy hosszút mondjuk, comedy, compose, long routine. És továbbra is kéne még edzenünk egy kicsit nagyjával, mert sokat eszünk ahhoz képest, amennyit mozgunk, és az nem fog túl jót tenni az alakjának. Jó, remélhetőleg ezt sikerül befejeznünk 6 óra alatt. Nem tudom, hogy mennyi ideig tarthat megírni egy ilyen hosszú rutint, de szerintem nagyjának menni fog. 75%-kal kész vagyunk. Talán egy hosszú rutin pont kiteszi a 100%-át ennek a feladatnak. Legalábbis remélem. Complete, szuper. Sokin, ez kicsit túl gyorsan jött föl. Mert mint az az üzenet, nem is tudtam rá reagálni. Folytassuk, illetve írjunk egy új dalt. Legyen egy playful tune. Jó lesz. Remélhetőleg játékosak leszünk tőle. Nem, inspiráltak lettünk, de semmi baj, ez is tökéletesen megfelel, hiszen ez boostolja a teljesítményünket. Így a gitározás során. Mert nagyon-nagyon jól nyomjuk. Amúgy én büszke vagyok. Na gyere, ebből tudunk kinyitni új ajándékot? Igen. Mennyi kutyus meg cicus mász kell erre? Őrület. Itt van egy ilyen kis cucc, amit ki lehetne ásni. Valamelyik macska igazán elkergethetné innen ezeket a galambokat. Tudom, hogy mi is meg tudjuk tenni a szívünkkel, de azért erre nem igazán van ingerenciám. Oké, egy óra múlva megyünk dolgozni. Szerintem jól állunk amúgy. Így szükségletileg, szóval emiatt nem kell félbeszakítanom a dalírást. Viszont azért félbe kell szakítanom, hogy elmenjünk dolgozni. Nézzük, mit kapunk. Wow! Egy Ornate Beauty-t, ami nem tudom, hogy micsoda, menjünk dolgozni. Az a kesztyű. A halálba tudnának kergetni ezzel a kesztyűvel. Ez az Ornate Beauty. Ezek szerint itt lesz valahol. Mert mint a családi eszköztárban. Igen. Hú, egy ilyet kaptunk, ez tök király. Csak most az a baj, hogy nincsen bekapcsolva a Move Objects on parancskód, és egyébként nincs is kedvem hozzá, meg nem illik a házunk stílusához, úgyhogy eladjuk. De amúgy ez egy nagyon király kis doboz. Még Riley-nak az asztalán volt annak idején lekicsinyítve. Dolgozunk keményen. Ezt meg fogja hozni a gyümölcsét. Mennyi macskusz. Remélem, Nacho visszatér még hozzánk, ő elég görög, szóval nem élne túl sokáig. Ez elég morbida hangzik, de így nem kéne túl sokáig foglalkoznunk vele, de mégis jót tennénk vele. Ő Nacho, igaz? Szia, Nacho, itt pisilsz. Te cuki vagy. Mármint nem azért, mert pisilsz, hanem szimplán cuki vagy. Remélem, visszatér még akkor is, mikor itthon leszünk. Sok-sok kóbormacskusz. Ezen amúgy el lehet csúszni. Szerintem simán. Szia, Nacho! Te Nacho vagy? Igen. Olyan egyformák amúgy, mert mint hogyha látok egy fehér macskát, az nem feltétlenül Nacho. Gyorsan-gyorsan dolgozunk. Sajnos annyira nem megy föl ez a mutató, mint amennyire én szeretném. Oké, 1204-et dolgoztunk. És keressük meg Nachót, hát ha itt van még. Te Nacho vagy, igaz? Nem. Valami mocsi. Hol van Nacho? Én őt nagyon szeretném megtalálni. Nacho? Nacho? Cica? Gyere ide, Nacho! Te még mindig... igen, az vagy.
Sincs nacho. Lehet, hogy valahol itt alszik, mert itt szoktak aludni egyébként a kóborcicusok. Mindenfelé ő kicsoda. Nacho! Hé! Hey. De mi ismerjük nachót. Ez nem a mi nachónk. Ugyanúgy hívják, és ugyanúgy öreg. Ez egy kicsit gyanús. Ő nem nacho, de megnézzük Cosmo. És ő is öreg. Mindegyik cicus öreg. Bakker. Tele lesz az egész város macska tetemekkel hamarosan. Ha senki nem fogadja örökbe őket. Ez elég morbid volt, tudom. Azért nézelődök, hát ha megtaláljuk. Nacho! Nacho? Magog. Nekem nacho kell. Várjatok. Így elvileg ellenőrizhetjük, hogy itt van-e. Invite to hangout at current lot. Remélem sikerül. Mert ezek szerint nincsen itt, ebben a városrészben. Szóval feleslegesen keresném. Tök jó, hogy a macska fel tudja venni a telefont. Nacho is sleeping. Oké. Okay. Ez a legbizarabb dolog ever, amit tapasztaltam a Sims 4-ben. Semmi baj, ezt viszont megváltoztatjuk most a kertészkedőse, mert úgy látom, hogy egy pár kis növényünket lehet fejleszteni, illetve hát evolvolni. Azt hiszem őt. Evolve. És nem tudom, hogy valaki még csillog-e. Itt mindenki csillog, úgy látom. Evolve. 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 És evolve. Valaki itt még csillog, várjatok. Evolve. Szuper. Talán meg vagyok minden csillogó növényem. Király, adjuk el az összeset. És igazából csak egy karrier, skill szint lépése van szükségünk a teljesedéshez. Ami lehet, hogy meg is lesz most, Tent Garden. Az a baj, hogy egyiknek sincs szüksége semmire. Bár hogyha research-öljük, az talán növeli a gardening jártasságunkat, igen. Úgyhogy most egy kicsit research-öljük a különböző növényeket. Research, illetve meg is trágyázhatnánk őket. Király, achieve level 6 gardening skill. Hamarosan meg lesz craft onto 3 plants. Fertilize 5 plants. Oké, csináljuk meg a fertilize-ot. Fertilize, mondjuk, mivel? Krokusszal, mert az van nekünk is. Azt hiszem, igen. Fertilize, krokusz, fertilize, krokusz. És ezt is. Gyorsan. Kicsit büdik vagyunk, úgy látom. Nem baj. Mondjuk ezzel elég gyorsan fejlődik a skillünk, az tök király. A research az nem egy rossz dolog, úgy látom. Csak egy kicsit lassú. Jó, fertilize. Elfogyott a krókusz? Nem, itt van még. Csak úgy random trágyázok ezt-azt. Jó, szerintem ennyivel meg is leszünk, úgyhogy nem lesz ezzel problémánk. Szuper, menjünk fürdeni és aludjunk egyet. Take shower, sleep. És mikor megyünk legközelebb dolgozni? 13 óra múlva, szóval addigra azokat is meg kell csinálnunk. Remélhetőleg kipihenjük magunkat, meg minden, és napközben elhívjuk Nachót. Hát, ha sikerül. És nem mondja azt a telefonba, hogy egyébként alszik, mert ez egy kicsit elég beteg. Na mindegy. Reggel ennünk is kell majd. Hogy állunk a pontokkal, 4000-valahány pontunk van, az tök jó, és van egy Potion of Youth-unk is, és még elég sok idő van hátra a következő születésnapunkig, úgyhogy minden kitűnően halad ebben a sorozatban. Aminek nagyon örülök, és megint eladhatjuk a növényeinket, mert megértek. Ó, lehetne szuperszellelni? Ó, még nem. Nem vagyunk 8. szinten. Mikor lesz tavasz? Ó, nem sokára. Még egy nap. Hamarosan új év lesz. Azt is megünnepeljük majd a barátainkkal. Remélhetőleg addig egyik se hal meg. Elég fura lenne Penny nélkül ünnepelni az új évet.
Bár azért még egy 20 napja csak hátra van. Oké, hagyjuk Nadját enni, hogyha már így magától nekiállt. Ő akkor mégsem. Build snowball. Inkább egy ilyen, jó? Mennyi megkezdett hóemberünk van, mondjuk én is nagyjából eddig a szintig szoktam eljutni a hóember építésben, mert lefagy a lábam, mire befejezem. Ez nem túl higiénikus, ne egyenek, senki nem szólt, hogy a WC-n nem illik enni. Na mindegy. Előfordul. Elég jók a szükségleteink. Még mindig ugyanaz a napi feladatunk, mivel nem léptettek elő, szóval Comedy Compose Long Routine. Ó, és hívjuk át Nacho. Mindig Nacho-t akarok mondani, de az ő neve csak Nacho. Elutazhatnánk vele valahova elvileg, de nem fogunk, viszont ez azt jelenti, hogy itt van valahol a szomszédságban Nacho? Nem, Magog. Ott valaki játszik abban a kis cuccban. Ő nem Nacho, de azért megnézem. Nugget. Ez is aranyos macskusz név. Ki van még itt? Ő nem Nacho. Nem Nacho, de nagyon cuki. Valaki esetleg errefelé? Nacho! Nacho? Nem Cleveland. Ennyi szomorú cica. Esküszöm, macskás néni akarok lenni a Sims-ben és örökbefogadni az összes kis macskát és kutyát egyébként, amik itt mászkálnak, bár kutyát nem annyira láttam erre felé, biztos ezért vannak ennyire elszaporodva itt a macskák, mert senki nem ijesztgeti őket, Magog még mindig. Ő akkor csak azért volt fehér, mert éppen megfagyott, vagyis hát fázott, ami elég szomorú, szegény. Nacho! Nacho? Nugget, még mindig. Ő sem Nacho. Ő sem Nacho. Nacho! Merre vagy? Kis cicám, hol vagy? Invite to hangout at current lot. Jó, most ezek szerint közben elment a telekről. Gyere, Nacho! Nacho will be right over, yeah! Tök jó, hogy a macskákat át lehet hívni, ugyanúgy, mintha Sim lenne. Hol vagy, Nacho? Gyere, gyere! Nacho! C-c-c. Nacho! Ő nem Nacho, de azért megnéztük a nevét, amit nem tudtam elolvasni, de nem Nacho volt. Hol vagy, Nacho? Cicus! Nem vagy a telkünkön, hello! Próbálkozzunk még egyszer. Jó, ezt most abba hagyjuk, majd folytatjuk. Szia, Nacho, wake up. Elég aranyos karácsonyi ajándék lenne, illetve karácsonyi jó tett, hogyha örökbefogadnánk egy macskát. Szia, Nacho, szia! What's wrong? Pet gift treat of a friendship. Play with laser pointer. More choices friendly, get to know more, maybe acquaintances. Ő egy fiú cicus, nem tudjuk megetetni. Próbálkozunk még a treatekkel, hát ha segít neki. Barátok lettünk, akkor örökbe fogadhatjuk? More choices friendly, pamper on couch, maybe. Vigyük be. Brush. Pet care. Nem. More choices friendly. What's that? Ő ne. Ne nézzen körül, inkább velünk beszélgessen. Katrina! Oké, gyere át. De most Nachoval foglalkozunk. Öleljük meg. Egy óra múlva dolgozunk, és nem vagyunk tökéletesen kész a feladatainkkal, csak 50%-ig. Nem baj, Nacho, megéri a fáradtságot.
Olyan szép kis cica. Hogy állunk a kapcsolatunkkal vele? Jó, ezt hagyjuk abba. Próbálkozunk valami mással. Nézzétek, ezek a galambok majdnem nagyobbak, mint a macskák. Őrület. De jó, bemegyünk, úgyis nagyon hideg van. Katrina kitakarít nálunk, amit a király. Pamper on couch. Örökbe tudjuk fogadni, friendly. Még nem. Inkább telefonáljunk be a munkahelyünkre, hogy most nem megyünk dolgozni. És brush. Hug. És nem akarom elszalasztani a lehetőséget, hogy Nachoval beszélgessünk. Praise. Get to know. More choice is friendly. Pet. More choice is friendly. Get to know. Nem tudunk róla túl sok mindent egyébként. Affectionate. Jaj, yeah, ezt megtudtuk róla, az király, de akkor lehet már örökbe fogadni. Talk to. Free spirit. Brush. Hug. Már barátok vagyunk, meg minden, szóval igazából az a baj, hogy nagyon sokat kell velük foglalkozni ahhoz, hogy örökbe lehessen fogadni őket. Hoppi, nem magamra akartam kattintani. Our choices, friendly. Our choices? Nem, azt hittem, már előjöhetett az örökbefogadási opció. Szegény Katrina, milyen öreg. Hug. Hoppi. Get to know. Azért már nagyon jól állunk, szerintem. De még mindig nem elég jól. More choices, give treat. Mondjuk, ha ilyen jobban vagyunk, remélem az azt jelenti, hogy sokat jön majd látogatni. Később is. Ne menj el, Nacho. Nehogy elmenj. Brush. Pet. Good friends. Feel the love. Yay! Az elég jó, Pet. És örökbe tudjuk már fogadni? Call into arms. Aj, még nem tudjuk örökbe fogadni, de már megpuszilgathatjuk, az már alapból tök jó. És elég jól érzi magát, szóval működött az etetés. Mert ugye csak akkor tudjuk meg, tehát hogy érezni a szeretetet, hogyha nagyon jól van az állat. Oké, Katrinával nagyon sokat foglalkoztunk, még itt volt. Szegény, biztos háttérben érezte magát. Get to know. Talán meg kell tudnunk a harmadik traitjét is. Próbálkozunk hát a... Curious, yay! Most már örökbe fogadhatunk? Friendly. Kiss. Praise. Én nagyon próbálkozom, de úgy látszik, hogy egyelőre nem. Nem akarja ezt. Elmesélünk neki egy történetet. Ne jó, gyorsítsuk fel ezt a procedúrát valahogy egy kicsit. Hug. Kiss. Brush. Nézzétek, milyen magasan van a kapcsolati mutatónk. Várjatok, ő nem Stray Cat, őt nem lehet örökbe fogadni?
Jézusom, biztosan nagyon régóta üvöltöztek velünk. Na jó, akkor majd keresünk magunknak másik állatkát. És Nácsot hagyjuk hazamenni, mert biztos, hogy nagyon hiányolja őt valaki. Ez szomorú. Akkor ezért lehetett áthívni, biztos a gazdáját hívtuk fel, hogy hello, küld már át a macskádat. Ó, Nacho nem stray. Ki a gazdád, Nacho? Good friends. De a bubblegum, ő árva cicus. Mindegy, majd valakit örökbe fogadunk, mert most már elhatároztam magam, de én Nachót akartam. Szóval most lehet, hogy egy kicsi szünetet azért tartunk, de majd lesz. Lesz cicusunk. Ó, kaptunk 1204-et annak ellenére, hogy nem mentünk dolgozni, ez király. És szerintem most el is köszönök tőletek. Szerintem király volt ez a rész, kár, hogy nem jöttem rá előbb, hogy Nachót nem lehet örökbe fogadni, de ennek ellenére is élveztem, illetve élvezem is továbbra is ezt a sorozatot, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók. Sziasztok!